A kötei vannak. Martin. A tálat már mindjárt Az igazi sájuk be vezze, igen. A lényeg meg volt negyve. Normális ez? 2012. Kicsibe, kicsibe. Legyen 1x42. Ki kell játszani, hogy a FIFA-ban. Na, ez nem ilyen. FIFA-ban is mindenki trükkölött. Ez is vér. Nem mondjuk, hogy én. Okay.
valami a jegyáros. Akkor mi megfigyelünk arra, hogy hívta az ott. Tavaly vagy tavaly előtt egy nagyon nagy rendezvénysátor volt. Akkor nagy rendezvénysátor igen. Volt. Igen, mert... Nekem olyan három kóra. Jó, szerintem ahogy a hangosítás sorol, amíg kezdünk, ugye mindjárt jó, hogy a sátorhoz fogjálunk. Aztán, hogy kezdjük a gyerekek a másik kóra. Minden lehívják, mert akkor nem tudjuk. Jó. De a Fölírni a Pétert időnként, és ő a keresztanyjuk. Igen, a keresztanyjuk. És ő a Tamásnak éljen. Szia, Vera. Igen. Andit ismerek. Hát majd az lesz. Négyen megfogjuk, aztán pedig ott lesz. Nem? Hát sajnos imádkoztunk, de reméljük, hogy még estére kitisztul az idő. Most egy kicsit furcsa körülmények között fogjátok látni a mai Gombóc, 5. Gombóc Fesztiválnak a műsorát, de úgy döntöttünk, hogy inkább ilyen megoldást választunk, és akkor nem kell azzal a nagyon-nagyon sok gombóccal beköltözni a pici kis kultúrunkba. Engedjétek meg, tisztelettel köszöntsem Navracsics Tibor külgazdaság és külügyi miniszter urat. Az esőre való tekintettel inkább a sátorban várják meg a fiatal fellépőinket, és remélhetőleg később, ha még tudnak maradni a későbbi csoportokat is. Én kívánok a rossz idő ellenére magunknak nagyon jó szórakozást, és remélem, hogy a műsor itt a fedett tető alatt azért szépen le fog zajlani, és azért onnan lentről is lehet látni, kérem mindenki foglaljon szépen helyet. A
az ételkínáló sátor előtt meg lehet venni a támogatójegyeket a különböző gombócféleségekre, édes és húsos gombócokra. Ki van írva, feliratozva vannak, hogy mennyit és miért. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, köszönöm szépen! Kedves vendégeket! Az 5. Bakonynánai Gombóc Fesztivál első műsorszáma a bemutatkozásukat. Ezt az egyesületet 2006-ban alapította meg Putics Bondor Virág. Fő profilja az akrobatikus rock'n'roll. Emellett foglalkozik színpadi látványtánc, musical tánc, pompom tánc, showpáros és divattánc oktatásával is. Versenyzőink kiváló eredményeket értek el területi és országos bajnokságokon. Felnőtt kisformációnk Nyugat-Magyarország egyik legeredményesebb formációja, területi ranglista, 3. országos, 4. helyezett, MB 5. helyezett, junior nagyformációnk szintén Nyugat-Magyarország legeredményesebb formációja. Területi ranglista vezető, MB 6. helyezett, országos ranglista 6. helyezett. Várjuk a táncot szerető óvodásokat és kisiskolásokat. Információkért keressék honlapjukat www.kidrakendroll.hu és a Facebookon is megtalálhatók. Fogadják sok szeretettel! Kezdjen az, amire igazán gondolom mindannyian várnak. Jöjjön a helyi gyerekek első tánca, szintén akrobatikus rock'n'roll-al kezdenek. Just feel this moment.
Buta kedves, ugye látta? És tudják, milyen hangot ad ki egy róka? Hát, ki tudja. Készült erről egy zeneszám, és az erre készült rövid koreográfiánkat nagyon szeretik a gyerekek, úgyhogy a helyi gyerekek előadásában fogjuk megnézni, hogy mit is mond egy róka. Műfajával. Következzen a Fame, vagyis a hírnév betét dalára készült koreográfiák. Baby, look at me. Megint az önök gyermekei, a BFF nevű formáció következik. Többen idefelé figyelnek.
Most megint jöjjenek a serdülők, méghozzá egy teljesen más műfajjal, a pompon tánccal. Méghozzá a látványtánc műfajával fognak most önöknek egy kis üdelőtőt adni. Your mom, you, we're about to throw it down. And now we're about to friends with
csapatnak drukkolt, úgyhogy megint az önök gyerekei következnek, és kétszer is táncolnak egymás után. Először azt az anyagot mutatják meg önöknek, amit a helyi táborban tanultak tőlünk, utána pedig a Süni nevű formáció fogja bemutatni a verseny koreográfiáját. Gyermekei, méghozzá szintén egy pompon táncot fognak bemutatni.
Ide jutunk az innivalókon. Ó, virág! Én ezt elejtem! Nem áll át, hogy nem kell a rádni. Nem,
Gyere, hagyjál! Mindegy gazdaltokat! Én jövök! Jó, hagyom a sorban? Gyere, hagyjál! Gyere! Jövök! Hello! Én jövök! Bakonynánál jelenleg 5. alkalommal rendezzük a Gombóc Fesztivált. Eddig nagyon nagy sikerrel, és nem volt még olyan gondunk, mint ebben az évben, hogy az időjárás nem fogadott a kegyeltjeink közé, de még mindig bízunk benne, az elején járunk, hogy kitisztul az idő, és még több vendéget tudunk megkínálni a különleges Gombóc és házilag készült Gombóc féleségeinkkel. Azért a vendéglátó sátor elég szépen megtelt közönséggel, meg tudtuk oldani fel egy színpadon végül is a műsorszámokat, amit az hallatszik is, és várjuk a vendégeket továbbra is. Nem szeretnék ezt a szép hagyományt félbehagyni, hiszen a mai fiatalok már ezeket a régi Gombócféleségeket nem is gyakran csinálják, hanem inkább ilyenkor várják az ilyen eseményeket, és ott szeretnének végig kóstolni. Jelenleg körülbelül 14 féle gombócféleség van, készülünk édes gombóccal, húsos gombóccal, és mártáshoz készült húsos gombóc ételféleségekkel is. Felnőtt műsorok szórakoztatják a közönséget, este pedig egy pár vendég is lesz a dolog. Reméljük, hogy addigra már végképp kitisztul az idő, és még felnőtt előtt tudunk szórakozni akár évfélig.
az igazi bakonyi vadkörtön. Jó. Vadnyullal. Amely vaddisznót, illetve vadnyulat tartalmaz. Különleges összetevőkkel. Amely ugye természetesen titkosak. De hát most próbáljuk a lehető legjobbat kérdezni. Nem kell lesz, tökéletes. Igen. Nekem nincs pita. Nem mondod. És nem hagyom, hogy pita legyen. Ó, we'll be right back.